A rendezvénynek közel 120 résztvevője volt, akik 25 klubot képviseltek. Az országos bajnokság azért is számított fontos versenynek, mert a súlycsoportok győzteseinek lehetőségük nyílhat arra, hogy ott legyenek az idei U15-ös Európa-bajnokságon Görögországban. A házigazda klubnak is az a célja, hogy minél több versenyzője indulhasson a korosztályos kontinens viadalokon. Ami a tapasztalat, a U17-es, U15-ös és a U13-os korosztályunk ez mondhatom erős, nagyon erős, ami annyit jelent, hogy közülük bízunk benne, hogy az ebben az évben is többen bejutnak a válogatottba, és kapnak lehetőséget a korosztályos Európa-bajnokságokon, ami a U17-es korosztályt is, akár a U15-es és a U20-as korosztályt is illeti. A résztvevő csapatok között volt a komáromi Spartacus birkózóklub. Egyik versenyzőjük a 85 kg-osok mezőnyében induló és 5. helyen végző Eliasovski Julius Matthias 2 hónapja kezdett el birkózni. Az eddigi tapasztalatai kedvezőek. A fizikai erő meg a összpontosításnak a ötvözete, hogy egyszerre kell nyugodtan gondolkozunk, meg erővel mennünk. Még csak ez a 3. versenyem, eddig volt 2. harmadik helyzetem, így szeretnék egy első helyzetet. A házigazda klub versenyzői közül Vajas Viktória szerzett aranyérmet. Hegedűs Attila ezüst, Pongrácz Áron és Rajkovics Zsombor pedig bronzérmet harcolt ki. A csapatversenyben a Dunaszerdahelyi birkózóklub a 4. helyen végzett.